Várjuk tehát az egrieket szombat este 6 órára ide a Líceum épülete elé, gyújts egy szál gyertyát a hősök emlékére, gyertyát biztosítunk hozzá, tartsuk együtt ezt a megemlékezést. És hát akkor most újabb vendégeket köszöntök a stúdióba, és egy picikét zavarba is vagyok, megmondom őszintén, mert ilyen ritkán fordul elő, hogy a tanárnő tanítványai azok igazgató jelöltek, tekintettel arra, hogy igen, fiatal tanárnőről van szó, ezt így meg kéne fejtenünk. Csabáné Tarjáni Tünde, szabadidőszervező a gyakorlatú iskolánkból, és hát Mennyhárt Ádám, diák igazgató jelölt, és Petneházi Dániel, ugyancsak diák igazgató jelölt. Hogyan képzeljük el ezt az igazgatóságot, tanárnő, ez hogyan jött létre? Hát amióta gimnáziumi tagozata van a gyakorlóiskolának, azóta hagyomány, hogy minden évben a 11. évfolyamosok diáknapot szerveznek, és a 11. évfolyamon két osztály van, egyelőre kettő, aztán reméljük, hogy ugye idővel ez bővül, és mind a két osztály egy-egy jelöltet állít ki, és a többi diák pedig szavaz arra, hogy kit tartanak a legalkalmasabbnak erre a diák igazgatói feladatra. És mi lesz a feladatuk nekik? Átveszik Sándor József igazgató úrtól a kulcsokat, és aztán ők uralkodnak? Átveszik igen a kulcsot, és utána bizonyos rendezvényeken ők lesznek azok, akik irányítják az adott feladatokat. Gondolok arra, hogy mondjuk a gólyatábort ők szervezik, meg a 9. évfolyamosoknak, vagy a gólyabálban a 9-esek avatása az ő feladatuk, illetve az övéké és a kis csapatuké. Ádám, Dániel, hogy lesz valaki diák igazgató jelölt? Hogy kapták meg ezt a lehetőséget? Kezdjük Ádámmal. 11 éve vagyok az Eszterházy Károly gimnázium és általános iskolájának a tanulója. Eléggé társasági ember vagyok, és úgy gondolták a többiek, hogy jó lennék jelöltnek. Felkértek, és én elfogadtam. Milyen volt ez a választás, Gergely? Dániel, hogyan? Az a helyzet, hogy nálunk 31 ember van az osztályban, és ebből csak 3 fiú van. És ugye hát mondhatjuk azt is, hogy nőuralom van. És ezek lányok szerint nem, mert megmutatják a fiú uralom van. Végül is igen. Csak ugye a lányok ugye egyhangúan eldöntötték, hogy akkor legyek én a jelölt. Én nagyon tiltakoztam, nem akartam elvállalni. Csak azért akarták ugye ezt, mert az iskola nagy része lány. Szóval előnynek tartották azt, hogyha fiú lesz a jelölt, és hát arra gondoltak, hogy legyek én a jelölt. És akkor most maguk ketten fognak csatázni azért, hogy melyikük legyen az igazgató? Hát igazából a két osztály fog csatázni. Két osztály? Hogyan? Hogy zajlik egy ilyen csata, ha már ezt a kifejezést használjuk? Programokat fogunk szervezni, amelyben megmérkőznek például a két osztály, a két igazgató jelölt, és akkor megnyerjük a közönséget. Milyen programokat szerveznek ilyenkor? Mi szokott zajlani? Különböző vetélkedőket, amik azt gondolom, hogy a legszínvonalasabb programjai a diáknapoknak, hiszen ebben a saját diákjaink szerveznek a saját tehetségükre épülő programokat, de azon kívül hívnak vendégeket is, például vitézlóiskolásokat, vagy különböző tánccsoportokat, bemutatókat tartani, autókiállítás, tűzoltóságnak a bevonása, tehát tényleg elég széles körű a választék. Ilyenkor a két osztály titkolózik egymás előtt, hogy ne lopjanak el jó ötleteket tőlük, hogyan terveznek, hogyan szerveznek? De végül is titkolózás úgy nem nagyon fordult elő eddig még, legalábbis így. Tehát megegyeznek, hogy ne legyenek egymást? Próbáljuk testvérjük. Igen, próbálunk megegyezni, hogy ne legyenek hasonló dolgok, hogy mindenki egyedi legyen egy kicsit, de néha azért voltak négyzeteltérések is, de ezt próbáltuk orvosolni minél hamarabb. Na most annélkül, hogy a másik fél megértené igazán, mi az erénye a csapatának? Miben bízik, hogy meg fogja nyerni? Mitől erős a csapata? Természetesen magamban. Saját magában? Saját magamban. Ez egy magabiztos ember. Dániel, ez hogy fogja leküzdeni? Hát próbálunk minél több embert meggyőzni, hogy mi vagyunk a jobbak. Persze én személy szerint engem nem nagyon izgat, hogy ki fog nyerni, engem csak az érdekel, hogy jól érezzék magukat a diákok.
Ez egy jó célkitűzés, mert végül is az egész erre megy ki, hogy legyen egy jó, jó diáknap. És végül is személyes célkitűzésük mi. Miért szeretné megnyerni például? Ádám. Nem vére megy a verseny. Ezt az iskola közösségre bízzuk, hogy ki fog győzni. Ez ilyen büszkeség az egész. Nálam azon működik, de a cél nekünk is az, hogy minél jobb legyen a hangulat, és egy igazi bulit tudjunk csinálni az iskolán. Milyen szokott lenni a hangulat, tanárnő, hiszen már volt ilyen? Nagyon jó. Ugye itt a legfontosabb az tényleg, hogy a diákok jól érezzék magukat, és minden egyes korosztály megtalálja neki a hozzászóló programot. És én azt látom, hogy a 11-esek is nagyon sok munkát fektetnek bele, nagyon jól érzik magukat ennek köszönhetően, de nagyon el is fáradnak, és akkor a többiek pedig úgy mennek haza, hogy és reméljük, hogy idén is úgy lesz, hogy nagyon jó programok voltak, és várják, hogy jövőre is eljöjjön. És akkor így külön vannak programok az alsó tagozatban is, a felsőbe is, a gimnáziumi részbe is, mindenkinek a korosztálynak megfelelő? Programokon belül a korosztálynak megfelelő programok legtöbbségében. Hát nem irigylem azért az igazgató jelölteket, meg a segédeit, hiszen azért itt nagyon komoly szervező munkára van szükség. Mennyi ideig tart egy ilyen programszervezés előkészítés? Hát igazából mi el vagyunk vele késve. 2 hónapot szántunk rá, na most a 2 hónapnak itt most az utolsó 3-4 napban olyan kapkodás van, hogy kifulladásig, ameddig bírjuk, addig csináljuk a dolgokat, de kell rá 3-4 hónap. De megéri? Meg. Összehozza az osztályt, az osztályközösséget, a társaságot, elég jó buli, megéri. Meg végre egy olyan feladat, amivel úgy érezzük, hogy fontosak vagyunk. Vagy. Mennyire kell a tanárnak irányítani, részt venni ebbe? Vagy ez teljesen az ő önálló próbájuk? Az osztályfőnököknek meghatározó szerepük van, hogy mennyire tartja kézben az egész szervezői folyamatot, hiszen ő van ott az elejétől, és akkor a koordináló szerep az enyém. Nekem is el kell velük kezdenem már legalább 1,5 hónappal a rendezvény előtt a munkát, a közös munkát, hogy leüljünk, milyen programuk van, mik azok, amiket érdemes megtartani, mik azok, amiket ki kellene hagynunk belőle, és akkor így áll össze egy teljes program, de nyilván ez több hetet vesz igénybe ennek az összeállítása. Mondták, hogy nagyon sok dolguk van, nem akarok plusz munkát adni ezzel, de most itt akkor az adásban beszéljük meg, hogy dokumentálják is ezt a diákigazgató választást, és amelyik csapatnak a jobb filmje lesz, az be fogja mutatni a Líceum TV. Ez lesz egy plusz jutalom önöknek, hogyha elkészítenek egy ilyen filmet. Várjuk ide, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem mutassuk is be, hogy milyen volt ez az igazgató választás. Belevágnak, oké? Belevágunk. Rendben. Rendben, várjuk akkor a jó filmet. Köszönöm szépen, hogy befáradtak, és hát sok sikert és kitűnő hangulatot, és hogy az egész iskola jól érezze magát. Kívánom ehhez a diákigazgató választáshoz. És hát mi is most ezzel folytatjuk a műsort, akkor nézzük meg együtt, hogy a mi hallgatóink mit kínálnak a hétre programot, hiszen gazdag programok lesznek, kezdődik a tavaszi fesztivál Egerben.